Az úszdi előválasztási botrány azt gondolom nem szól másról, mint hogy elindult a harc a cigány szavazatokért a Jobbik és a szocialisták között. Lehetett olvasni több médiumban arról az elmúlt napokban, hogy komoly botrány volt Ózdon az előválasztáson. Ezekből a médiumokból idéznék is pontosan. Az egyik például azt írta, hogy Ózdon a Jobbik romákat bérel fel, és romák szavazatait veszik meg pénzért. Ugyanakkor pár nappal később magának a Jobbik jelöltjének a posztja is arról árulkodott, hogy bizony voltak atrocitások. Idézném, leálláson kívül zajlott gyanús mozgások és atrocitások remélem nem fognak előfordulni még egyszer. Ugyanakkor olyan hírek is voltak, hogy szavazatvásárlásokra is sor kerülhetett. Szintén idézem, 2000 forintot kap mindenki, akit elvisznek szavazni a szocialista Kis Sándorra. Azt gondolom, hogy ezek az állapotok, ezek két nagyon fontos dolgot mutatnak. Az egyik az, hogy ma Magyarországon a választás kezd gyakorlatilag egy versennyé, logisztikai versennyé fajulni. A másik pedig az, hogy az elmúlt 30 évben mind a balliberális, mind pedig a fideszes kormányok pontosan azért nem nyúltak hozzá a no-go zónák kérdéséhez, mert ezekben a no-go zónákban élen nagy létszámú, folyamatosan növekvő létszámú, könnyen befolyásolható és a választásokra elvihető népesség, és ezáltal a politikának bizony fontosak. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt ma Magyarországon, amely kimeri mondani, hogy hazánkban vannak no-go zónák, amely kimeri mondani, hogy a választásoknak nem ilyen rendben kellene lebonyolódnia, és mi azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy az emberek jó döntéseket tudjanak hozni, ahhoz bizony szükség van egy alapvető tudásra, tehát a Mi Hazánk mozgalom az, amelyik írni-olvasni tudáshoz, az alapfokú iskolai végzettséghez kötné a választási jogot.